Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 24-én teli hold van. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, erről beszámolok ebben a videóban. Egy teli holdnál a nap és a hold szemben van egymással. Mivel a holdnak nincs saját fénye, a naptól kapja ezt a fényt, ha szemben vannak, akkor a nap az meg tudja az egész holdat világítani, és számunkra megjelenik, mint egy teli hold. A teli hold megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. Például az élet utunkat, hogyan tovább, milyen irányba. Ezen a napon, ezen a teli hold napon a hold az a Magha holdházban van. E felett, a holdház felett Regulus csillag uralkodik. Regulus csillag a királyoknak és az uralkodóknak a csillaga. Tulajdonképpen az oroszlánnak a szívét jelenti. Tehát ezen a napon, ezen a teli hold napon szív ügyekről van szó. Én ezt mindig egy kincses ládával hasonlítom össze. A szívünk olyan, mint egy kincses láda. Ha kinyitjuk és belepillantunk, akkor minden benne van, amit szeretünk, amit kedvelünk. Ez lehet a párkapcsolat, a szerelem, ez lehet a családi kapcsolat, ez lehet egy hobbi, vagy a természet, vagy lehet a hivatásunk is. És mindig kell erre időt fordítani, hogy legyen ez a szívnyitás, nyissuk ki a kincses ládát, és nézzük meg, hogy mi az, amit kedvelünk. És mi az, amit el tudunk érni az életünkbe. Tehát ezen a szertartáson erről is szó van. Nem csak szívnyitás nálad, hanem ha ő olyan zárkózott, akkor rá is kihat, hogy ő is pillantson bele, hogy mi van a szívében, mi az, amit szeret, vagy ki az, akit ő szeret, vagy mi az, amit kedvel. Tehát itt a kincses ládáról van szó. És ez nagyon fontos, mert ez áll a középpontban. Hiszen ez a Magha holdház, ez az oroszlán jegyében van. Regulus csillag az oroszlánnak a szívét jelenti. És az oroszlán jegye felett a nap uralkodik. És a nap az a mi naprendszerünk központja, szimbolizálja a mi énünket is. Tehát mi állunk a középpontban, de ez nem azt jelenti, hogy önzők legyünk, hanem segítsünk másoknak, hiszen megvan a szív melegsége, ez a kisugárzás, és ebből a szeretetből tudunk másoknak is adni. Egy teli hold napon a hold és a nap szemben áll. A hold az indiai asztrológia szerint az oroszlán jegyében a Magha holdházban van. Ezzel szemben a nap az a vízöntő jegyében van, a Satabisa holdházban. A Satabisa holdház lefordítva 100 szerencsét és 100 félelmet jelent. Ez az energia tulajdonképpen szerencsét hoz számunkra, hiszen meg tudjuk valósítani az ötleteinket. Viszont, ha félünk
a változásoktól, az blokkol bennünket, akkor a félelmek megakadályozzák azt, hogy ez az elképzelés megvalósuljon. Pedig Szaturnusz bolygó is kihat most az eseményekre, hiszen a hold nem csak a napra hat ki, hanem a gyors mozgása által Szaturnusz bolygóra is, és Szaturnusz bolygó szimbolizálja a manifestációt. Tehát, ha mi most valamit elképzelünk, vagy tervezünk, akkor Szaturnusz bolygó segít abban, hogy ez megvalósuljon. De ha félelmek vannak, mert nem merjük ezt elfogadni, nem merjük kinyitni a kincses ládát, vagy vannak félelmek, mert félünk a változásoktól, akkor az blokkolja az eseményeket. És ez a szertartás ezen a napon segít abban, hogy ez ne így legyen, hanem legyen meg a bizalom, és ez az elképzelés, legyen meg ez a belső hit, hogy minden úgy lesz, ahogy mi ezt elképzeljük, és egy álom megvalósulhat. Ezen a napon, meg a következő napokban is, Vénusz bolygó mozgása közeledik Jupiter bolygó kapcsolatához, ez bizony nem előnyös. Itt vannak problémák, itt vannak nehézségek, vagy vannak félelmek, különösen nálunk hölgyeknél, hiszen Vénusz bolygó szimbolizál bennünket, hölgyeket. Vagy azt jelenti, hogy úgy érezzük, hogy nincs szerencsénk, vagy vannak lehetőségek, és nem merjük ezt elfogadni, mert vannak félelmek, félünk a döntésektől, a változásoktól. Jupiter bolygó az jelenti az igazságot, vagy mutatja az igazságtalanságokat is. Mivel itt van feszültség, itt inkább igazságtalanságokról van szó. Előfordulhat különösen nálunk hölgyeknél, hogy van egy bírósági ügy, ahol nagyon nehéz megkapni az igazságot, mert igazságtalanságok történnek. Vagy azt is jelentheti ez a kapcsolat, hogy eddig voltak igazságtalanságok a múltban, egy bizonyos életterületen, például a munkahelyen, és most itt vannak a félelmek, hogy újra igazságtalanságok érnek bennünket. Mars bolygó, az jelenti az életerőnket nálunk hölgyeknél is, vagy jelenti Mars bolygó a férfiakat. Mars bolygó egy nagyon jó kapcsolatban áll Szaturnusz bolygóval, nem csak ezen a napon, hanem a következő napokban is megvan még ez az energia. Tehát az a fontos Szaturnusz bolygónál, hogy egy elképzelés megvalósuljon. Ha vannak félelmek, mert félünk attól, különösen mi hölgyek, hogy igazságtalanság ér bennünket, akkor ez blokkol. Akkor nem tudjuk elképzelni azt, hogy tényleg legyen itt egy szerencse, hogy egy elképzelés meg tudjon valósulni. Viszont ha Mars bolygóval aktiváljuk az akaratunkat, a belső erőnket, akkor ez az elképzelés, ez az álom megvalósulhat. Itt be kell bizonyítani magunkat, és ez az erő jelentheti a hitünket, a belső erőnket is, hinni ebben. Persze Mars bolygó jelenti a férfiakat, akiknek most így a közeljövőben több szerencséjük van, hiszen ez egy jó kapcsolat Mars és Szaturnusz bolygó között, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy itt kialakuljon valami. Ha van egy elképzelés, akkor itt ez megvalósul, hiszen Szaturnusz bolygó az kihat a manifestációra. Tehát ne csak egy ötlet legyen,
vagy egy lelkesedés, hanem hogy ez megvalósuljon. Hiszen ez a teli hold, ez a vízöntő jegye, és az oroszlán jegye között van. A hold az oroszlán jegyében, a nap a vízöntő jegyében, ez a levegő eleme és a tűz eleme. A levegő eleme az jelenti a mozgást, a könnyűséget, az ötleteket, ezzel szemben a tűz eleme jelenti a bátorságot és a lelkesedést. Tehát megvan a lelkesedés, vannak jó ötletek. Ha tudjuk azt, hogy ez megvalósul, és erősítjük a hitünket, akkor ez tényleg így lesz, hogy ez a terv megvalósul. Viszont, ha vannak félelmek, és nem tudjuk ezt elképzelni, hogy ez tényleg így lesz, akkor ez blokkol bennünket, és akkor ez az elképzelés, ez nem fog megvalósulni, vagy később fog megvalósulni, vagy nehezen fog megvalósulni. És ez volt a felvétel. Én örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy ha tetszett a videó, akkor ha lájkolod, vagy feljelentkezel a csatornámra, meglátogathatsz a Facebook oldalamon is, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, a holnaponta beszámolok a maja kalendáriumról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!